Farsang egyházi szokásai. Téli depresszió és karanténfáradtság. Az idei első kézműves vásárt tartották. Köszöntöm nézőiket, Önök a Dunajváros Televízió híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. A farsangi időszaknak nem csak a néphagyományokban, hanem természetesen a keresztény egyházban is megvan a maga helye, szokásvilága. Ezekről Kovács István görögkatolikus parókus osztott meg részleteket a DSTV stábjával. A farsangi időszak szokásai a keresztény egyházban is elfoglalják méltó helyüket. Ez az időszak egyöntetűen vízkereszt napjával kezdődik, azonban lezárása a különböző felekezeteknél eltérő lehet. Közös azonban, hogy ez a télvégi ünnepkör mindenhol azt a célt szolgálja, hogy az emberek felszabadultan, vidáman készülhessenek a tavaszra. A keresztény hagyományokról Kovács István görögkatolikus parókust kérdeztük. Farsangi mulatságok azok nagyon jó dolgok. Mi is az egyházközséggel szoktunk farsangi bált szervezni, és volt olyan is, amikor ugye beöltözős mulatságot szerveztünk, és mindenki valamilyen ruházatot felvett magára, valakinek beöltözött, és úgy díjaztuk, pontoztuk, stb. És ez azért jó igazából az embernek, mert valahogy máshová át tudja helyezni az életét, másba is, egy kicsit jól tudja érezni magát, és el tudja engedni magát. És pontosan erről szól a farsangi időszak is, január 6-ától kezdődik, ugye, és január 6-ától vízkereszt napjától tart teljesen a nagybőjt kezdetéig. Kiemelte, a görögkatolikus egyházban nem hamvazó szerdával ér véget a farsangi időszak, hanem két nappal korábban az úgynevezett tiszta hétfőn kezdődik a böjt. Mint mondta, a farsang hetei nem véletlenül épülnek az ünneplés, a vidámság köré. Az embernek kell, hogy tudjon lazítani. Kell az az időszak, amikor ki tud engedni, amikor tud egy kicsit örülni, tud egy kicsit vígnak lenni, szokták mondani, ugye? Itt a név kötelez, és kell olyan oldalon is éreznie, alapvetően én arra vonatkoztatom az Isten szeretetét, hogy az Isten nem azt akarja az embertől, hogy ő egy bezárt világban éljen, hanem szabadságot ad nekünk, és szabadnak kell lennünk. És ugye ilyenkor a farsangi időszakban voltak a legtöbbször régen a házasságkötések. És ugye nem lehet szabadság nélkül házasságot kötni. Az idei évben a farsangi időszak február közepéig tart majd, ezt pedig a húsvétig tartó nagybőjt követi. Tavasszal és ősszel kezdődő 10 hónapon át tartó járőrképzésre várja a jelentkezéseket a rendőrség. A képzés nappali rendszerű és magába foglalja a rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A jelentkezéssel kapcsolatban a Dunajvárosi Rendőrkapitányság kijelölt toborzója, Gránic Enikő rendőrőrmester ad felvilágosítást az érdeklődőknek. A részletekről a város hivatalos honlapján és a Dunajváros online-on is olvashatnak. Téli depresszió, karanténszorongás, mindannyiunk által ismert fogalmak mégis eltérő formában jelentkezhetnek, sőt akár orvosi beavatkozást, gyógyszeres terápiát is igényelhetnek. Ezek tüneteiről, kezeléséről kérdeztük Huszár Tamást, a Persona Pszichológiai Tanácsadó Központ munkatársát. A téli hónapok általában rosszul hatnak közérzetünkre. A kevés fény, a hideg, a szabadban töltött mérsékelt időtartam könnyen vezethet akár szezonális depresszióhoz is. Erről is beszélt a DSTV-nek adott interjúban Huszár Tamás, pszichológus, a Persona Pszichológiai Tanácsadó Központ munkatársa. Ez a depressziónak egy olyan fajtája, aminek elég erős ilyen biológiai, biokémiai alapja van. Szóval, hogy ott az ilyen hormonok, hormonzavar, ilyesmiről van szó, és a kezelésének a nagy része is alapvetően gyógyszeres, illetve van itt egy ilyen extra dolog, egy ilyen fényterápiás kezelés, ami nagyon sokat segíthet, és ott a pszichoterápia inkább egy ilyen kiegészítő ezek a kezelések mellé, tehát hogy így
mondjuk a három együtt az, ami igazán hatékony lehet. Kiemelte, hazánkban ez nagyjából a lakosság 5%-át érintheti. Napjainkban a leginkább tapasztalt mentális probléma az úgynevezett karanténfáradtság, amely a lelkileg teljesen kiegyensúlyozott embereket is érinti. Ami fogalmat szoktak emlegetni, ez a karanténfáradtság. Hogy egész egyszerűen nagyon-nagyon belefáradtunk abba, ami van. Mert az életünknek tényleg fontos részét érinti. Akár a szociális kapcsolatokat, akár az aktivitást, akár a kikapcsolódást, szórakozást, hogy ezeket nagyon-nagyon lekorlátozták, és nehéz pótolni bármivel. A Huszár Tamással készített interjúnkat hosszabb változatban megtekinthetik csütörtöki ProArt című magazinunkban, illetve írott formában megtalálják a Dunajváros online felületén is. Az idei első Dunai Kincses Kert kézműves vásárt szervezték meg a kempingben. Az eseményen rengeteg érdeklődő válogathatott a kifejezetten őstermelők által készített ételek, italok és egyéb kézműves termékek között. Paprika készítmények, sajtok, édességek is várták a Dunai Kincses Kert kézműves piacra látogatókat az év első ilyen rendezvényén. A résztvevők láthatóan élénk érdeklődést mutattak, elsősorban az élelmiszerek iránt. Nagyon jó volt, nagyon sok dolgot lehet találni, és nagyon hasznosak és szép dolgok. Az árak is megfelelőek, és nekem személy szerint nagyon tetszik minden. Az erős Chili Labor termékeivel már több alkalommal is találkozhattak a vásár kínálatában a kilátogatók. Vírushelyzet miatt jöttünk be a városba, de itt is nagyon jó helyt áll, hiszen az előző kettőn is rengetegen voltak. Valaki csak sétálni jöle, de tök jó, mert nézelődnek, megismerik a termékeket a kistermelőknek. Nekünk is nagy a sikerünk, ennek nagyon örülünk, mindig hullafáradtan érünk hozzá, mindig eladunk mindent. Jelenleg az ultraviola, a csilis lilahagyma lekvár, és a magyaros, tüzes magyaros, és még mellé tenném az újvárosi folytogatót, az már a legerősebb kategória, ami a legjobban fogy. Mint megtudtuk, vásárlók és eladók nagy valószínűséggel egyaránt elégedetten távozhattak az esemény végén. Azt látjuk, hogy körülbelül ilyen 60% az árusainak jelentkezett be újra a piacra. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy a közönségnek viszont ugyanúgy megvan továbbra is az igénye az ilyen jellegű piac iránt. Kifejezetten jók a visszajelzéseink és számaink minden lehetséges platformunkon, úgy mint Facebookon például, vagy akár a Google Maps-en. Tehát azt látjuk, hogy igenis keresnek minket, és keresik a vevők a lehetőségeket. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy aki árus most itt van, az biztos, hogy jól fog járni, hiszen ugyanaz a vásárlóerő valószínűleg meg fog jelenni újra a piacon. A kínálat bővült az előzőekhez képest. Vannak új árusok, 4 új árus is jelentkezett. Ők jellemzően kis és őstermelők. Próbáljuk azt a kis és őstermelői vonalat egyébként még inkább erősíteni, tehát nem csak a kézműves vonalat. Próbáljuk ugye azt elérni, hogy ez egy ilyen egészséges arányok legyenek kis termelő, őstermelő és ugye a kézművesség között, hiszen az se jó, hogyha valamelyik irányba eltoljuk nagyon ezt a történetet. Az árusok 13 órától egészen 16 óráig várták az érdeklődőket a vásáron. Keretet hirdetett Bíró Attila, a Magyar Női Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitánya. A Trieste olimpiai selejtező tornára utazó együttesbe 4 dunajvárosi játékos kapott meghívót. A kapus Magyari Alda, a mezőnyjátékosok közül pedig Gurisatti Gréta, Garda Krisztina és Szilágyi Dorottya lehetnek ott a nemzeti csapatban. A válogatott kedden kezdi meg szereplését az olaszországi megméretésen, ahol a csoportkör küzdelmeiben Izrael, Kazasztán és Görögország lesznek az ellenfelei. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat visszanézhetik a YouTube csatornánkon, illetve megtalálnak minket Facebookon és Instagramon is. Viszontlátásra!